2016-ban jött létre a Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt, amelynek átfogó célja a foglalkoztathatóság és a foglalkoztatás növelése. A program teljesítése során szükségessé vált egy irányváltás a vállalkozások felvetése alapján, mely szerint a legnagyobb probléma a szakképzett munkaerő hiánya, emelte ki az ügyvezető. Egy igazi megoldás a gazdaság fejlesztésében és itt ezeknek a szervezeteknek a segítésében, hogyha próbáljuk orientálni a fiatalokat arra, hogy szakmát választanak, választák a szakképzést, tehát egy tervszerű, folyamatos, modern tudással rendelkező fiatal szakmunkás technikusi állomány álljon a megye rendelkezésére, megye vállalkozásának a rendelkezésére. Ezen dolgozunk, aminek igazából partnereinkkel együtt azt az értelmét is látjuk, hogy több éves stagnálás, illetve csökkenés után az elmúlt évben lényegesen többen, jócskán 10% fölötti emelkedéssel választották a szakképzést. A gazdaság fejlődéséhez szükséges szakember állomány biztosításához elengedhetetlen a megfelelő képzés, mely munkában fontos szerepe van a Tolna megyei szakképzési centrumnak, hangsúlyozta a kancellár. A gazdaság működésének az egyik alapja, hogy megfelelő képzettségű szakemberek legyenek, és hát a szakképzési jogszabályok szerint pedig szakmát csak iskolában lehet szerezni, illetve az iskolák nagyon sok olyan szakképesítést is tudnak továbbiakban adni, ami nem a szakmai jegyzék szerinti, és hát így tudunk csatlakozni. A Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt a vírushelyzetig nagyon jól teljesítette az irányszámokat. A munkanélküliség tekintetében 10 000-ről 5 000 alá csökkent ez a mutató.